A nemzetközi trendek között leginkább az figyelhető meg, hogy van egy ilyen nyitottság. Tehát, hogy nyilván a mozgókép felé, a közösségi médiumok képhasználata felé, és hogyha nagyon átfogó akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a kép felé. Tehát, hogy nem fotó, hanem kép. És az nagyon más, azt gondolom. És ez a nyitottság az, ami számomra érzékelhető ezekben a fejlettebb országoknak az intézményrendszerében. Nagyon furcsa volt tavaly, jó pár éve volt, 2-3 éve volt a Zsigmond Vilmosnak a kiállítása a Ludwig Múzeumban. Zsigmond Vilmos ugye egy csodálatos operatőr volt, és egy normális fotós. Tehát, hogy a fotóiból volt ez a kiállítás. És ott látszott például, hogy voltak szép kis képei Magyarországon, 56-ban ment ki, és 56 előtt csinált szép képeket. És utána látszik, hogy 56-ba kimegy, és Amerikában 57-58-ban csinál fotókat, amelyek magyar szemmel készülnek. Ez volt a legérdekesebb a kiállításban. És másfél-két évvel később amerikai lesz a szeme. Más a szemszög, más szituációkat vesz észre, vagy vág ki. Másképp helyezkednek el rajta az emberek. Nincs meg rajta a melankólia. Más rajta a fény, minden. Látszott rajta, egyszerűen látszott, hogy megváltozott a levegője is a dolog, meg pedig ugyanott készült New Yorkban a két kép mondjuk. A fotográfia jelenleg egy kiemelt szerepet kap a magyar kulturális életben és a magyar művészeti rendszerben, az intézményes szinten. Ez azt jelenti, hogy nagyon kevés olyan ága van a magyar kultúrának, amely az elmúlt években, vagy egy évtized során bővülő intézményrendszerrel rendelkezett és perspektívákkal. Kicsit, mintha vízfejű is lenne jelenleg ez az intézményrendszer. Tehát, hogy ahhoz képest, ami egyébként a kulturális életben történik, ahhoz képest a fotográfia nagyon jól áll, és nem tudom, hogy jól sáfárkodik-e jelenleg ezzel a helyzetével. Nagyon gyorsan lehet fotográfiai kiállításhoz jutni, vagy valamilyen publikációs lehetőséghez, viszonylag jóhoz. És utána jön egy nagy gödör. Tehát, hogy elsőre úgy tűnik, hogy valami történik, és aztán utána jön egy ilyen nagyon erős hullámvölgy, mert az intézményrendszer nem tudja, hogy hogyan lehetne ebből tovább lépni. 2008-9 óta a lassan felépülő potenciális vásárló réteg leépült. Tehát, hogy a 2000-es években elkezdett fölépülni egy piac, elkezdett kiépülni, volt egy fizetőképes kereslet, ami aztán először a válsággal, pénzügyi válsággal nyírbálódott meg 2008-2009 során itt Magyarországon is, és utána az Orbán kormánynak 2010-től különböző gazdasági intézkedéseivel elterelődött a pénz ezekből az irányokból. Nyilván vannak olyan ennél elvetemültebb vidékei a világnak, ahonnét exotikus szemmel néznek mondjuk Amerikára, és akkor az értékes. Mi nem vagyunk elég exotikusak jelen pillanatban. Egy ilyen kis közép-európai ország vagyunk, ahonnét van nekik azért erősebb kötődésük mondjuk a lengyelekhez. Tehát, hogy ők jobban be vannak ágyazva, és akkor miért nem egy lengyelt nézünk, miért kellene nekünk egy magyart nézni, ami nagyon hasonló, de mégiscsak nagyon más, mert ott meg tudunk beszélni emberekkel, tudunk intézményekkel kommunikálni. Lehetne azért egy pici példát venni például, megnézni, hogy megy ott az oktatás, vagy hogy lépnek tovább az oktatásból, mondjuk egy posztgraduális képzésben, hogy juttatják ki külföldre a hallgatókat. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon megtanulható dolog, ez nem egy ördöngösség, és nem is olyan óriási pénz. Jelenleg ezek a nagy intézményeink, amelyek nagynak tűnnek, iszonyú pici pénzből működnek. Tehát ez egy megfoghatatlanul kis pénz. És a horizontjuk is ehhez igazodik. Nem látom az intézményes kereteit ennek Magyarországon, amelyek
a nemzetközi széna felé kiépítené ezeket a csatornákat, vagy karbantartaná ezeket a csatornákat. Hiszen az intézményes rendszernek Magyarországon ez lenne a lényeg, a legfontosabb feladata, hogy olyan utakat építsen ki, amelyek járhatóak külföld felé mindenki számára. A legfontosabb feladatai közé tartozna, hogy megmondja, illetve lehetővé tegye, hogy zökkenőmentesen lehessen pályázni és nemzetközi kapcsolatokat építeni, akár egyes fotográfusok szintjén, akár csoportok, akár kisebb-nagyobb intézmények szintjén. Tehát azt gondolom, hogy az államinak támogatott intézményrendszerből ez jelenleg nagyon hiányzik, a nemzetközi kapcsolatépítés. Az intézményrendszernek az lenne a feladata, hogy a véletlennek a szerepét csökkentse. Az egyik fajta siker az, hogy nemzetközi neve van valakinek. A másik pedig az, hogy Magyarországon, vagy ebben a Kelet-Közép-Európában, vagy nem is tudom milyen régiót mondjak, hogy itt valaki fogalommá válik. A probléma az, hogy amit lehetne tenni, tehát amit belelát az ember az intézményrendszerbe, hogy lehetőség van rá, a szűkös anyagi körülmények, a szűkös energiák és az erőforrások mellett is meg lehetne tenni néhány logikus lépést, amely ezt a láthatóságot, a beépíthetőséget, a kultúrába való beágyazottságot növelni. Tehát, hogyha a magyar kultúrán belül lenne egy olyan pozíciója néhány fotográfusnak, akit így ismerhetővé válna, és benne lenne a kultúrkincsben, amit így hordozunk magunkkal, vagy kezelünk, vagy gondoskodunk róla, az biztosan komoly siker lenne. Nem nagyon tudunk olyan közeget felmutatni, olyan nyitni készülő közeget, amelyben mondjuk egy jó nevű külföldi oktató ide jönne, és azt mondaná, hogy ő most kiépítene itt valamit, mert látja rá a szándékot. Ha ide néz, akkor azt látja, hogy egy bezárkózó, önmagában néző kultúra van ezen a területen, és ez nem annyira izgalmas azért külföldi szemmel, azt gondolom. Nyilvánvalóan az az érdekes, aminek egy pici színezete van. Tehát, hogyha nézzük meg a Brassait, a Kertészt, a mindenkit, a Kapát és a többieket, hogy miért lettek érdekesek. Hát mert biztos van bennük egy pici, amit nem is érzékelünk. Valami a strukturáltságában a képeknek, ami valahogy mégiscsak ebből a világból jön. Ahhoz, hogy itt a kereskedelmi érdekeket valaki fölismerje, és hogy pénz kezdjen el forogni, vagy hogy ezeket a nemzetközi trendeket meg lehessen lovagolni, ami a kereskedelemben vagy a fotográfiában elő potenciálban van, ahhoz valószínűleg először magyar vásárló közeg kellene. A nyitottságunkat kéne valahogy növelni, nagyon egyszerűen, nagyon az alapoktól kezdve, és azt gondolom, hogy az intézményrendszerben valahol muszáj lenne ezt az építkezést elkezdeni, mert különben hát itt ragadunk, és esnek le egymás után a mélybe a nagyon tehetséges szemek.